A második félévi pályázat felhívását a Városépítő Bizottság azért írta ki, hogy ne vesszen el az első fordulóból megmaradt támogatás összege 500 ezer forint. Az igényt a védett épület külső és az azzal összefüggő belső felújításra lehet benyújtani. A külső felújításról van szó, vagy olyan épületrész legyen, ami védett épület, vagy olyan épület legyen, amelyik védett övezetbehez tartozik. Például a főutca, vagy ahhoz tartozó részek, olyan különleges belső udvarok. Úgyhogy végeredményben mi azért szeretnénk azt, hogyha ez segítség lenne, akár egy idősebbnek, vagy akár ahol kisebb felújítást végeznek, akkor talán ez az összeg ez még elég is lehet arra, hogy a támogatást mi jó szívvel oda tudjuk adni, és akkor nagyon sokat segíthettünk. A pályázatot csak védett épületben vagy védett övezetben élő paksi lakos nyújthatja be. A legtöbb ilyen ház a főutcán található, de Dunakömlődön is van védett építmény. Túlnyomó részben ez nem érinti belső részt, akkor érint belső részt, hogyha külső érinti a belsőt. Szóval egy fal kivágás, vagy egy fal átalakítás, vagy egy belső ablak, vagy egy nyilvánzáró beépítés ebben az esetben érinti a belső részét. Idén már csak a szerződések aláírására van lehetőség, a munkálatok 2014-re tolódnak. Pályázatok beadási határideje október 31-e, az értékelés november 15-én várható. A kiírásról bővebben a város honlapján www.paks.hu-n tájékozódhatnak.